A járványhelyzet alatt a Roma Alkotóházban sem lehetett közösségi programokat tartani. A járványügyi szabályok enyhítésével azonban fejlesztő pedagógus segítségével ismét elindult a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatási programja. Ez a második nekifutás ugye a vírushelyzet ideje alatt. Reméljük nem lesz olyan rövid, mint az előző. Az előző nekifutás csupán egy pár hétig tartott, hát majd meglátjuk, hogy ez meddig fog működni. Hát nagy tervek előtt vagyunk, mint ahogy mondtam is már előzőleg több alkalommal. Most azon felül, hogy én is itt vagyok a gyerekekkel, hogy azzal a programmal bővült a történet, hogy itt van velünk Péntekné Zsuzsa. Ő a kiskörösi egyminek egyik fejlesztő pedagógusa, a régi nagy barát, kiváló szakember, és jelenleg a kiskörösi város nemzetiségi romai kormányzata támogatja, finanszírozza az ő munkáját. Hát bízunk a jövőben, hogy most várunk egy nagyobb pályázatra, és akkor ahogy ez meg lesz a kellő anyagi forrás, akkor több ember fog itt dolgozni, és alkalmazni tudunk több embert. A szülők az első perctől kezdve bizalommal fordultak az Alkotóházban működő felzárkóztatás és tehetséggondozás programjai felé. Az újranyitást követően heti két alkalommal több csoportban foglalkozik a gyerekekkel a fejlesztő pedagógus. Főként az alaptantárgyakból matematika, olvasás, írás tart foglalkozásokat, hiszen vannak olyan gyerekek, ahol nagyok a lemaradások. A harmadik idejárás után derült ki, hogy bizony hatalmasak a lemaradások. Tehát már az elsős is azzal jött, hogy ő nem kap feladatot, kellőképpen nem tudják segíteni, otthon a család már nem tud hozzá nyúlni, hiszen elfáradt. Tehát adtunk egy utolsó esélyt a gyerekeknek, hogy ha itt még egy pici energiát tudunk beléjük varázsolni, akkor 2x45 percben, tehát beosztva az egyik 45 perc, és utána egy másik társaság a következő 45 percben, talán még egy pici gyakorlással tudnánk segíteni őket. A vírushelyzet alakulása és az online oktatás bevezetése a felzárkóztatásban is megnehezítette a munkát. Azt személyes jelenlét mellett május 10-e után tudták újraindítani az Alkotóházban. Most már az a cél, hogy az év vége előtt minden segítséget megkapjanak a gyerekek ahhoz, hogy sikeresen zárják a tanévet. Itt már nem volt arra lehetőség, hogy fejlesztő munkát végezzek, itt most már csak tűzoltási lehetőség van. A házi feladatok elvégzése, egy picikét a kis motiválás még az utolsó nehéz időkre, illetve hogy a lelküket egy picikét ápolgassam azzal, hogy nem szabad feladni. Tehát nehéz volt az év mindenkinek, akár szülő, akár gyerek, akár pedagógus, de valahol egy cél érdekében haladunk előre, hogy elkezdhessük a következő évet. És a hozott feladatlapjaimmal próbálom egy picit színesíteni az ő kis életüket, de az első az, hogy elővesztük a tankönyvet, elővesztük a házi feladatot, azt átnézem, ha elmaradásban pótoljuk, és gyakorlatilag vége is van a fél hatos időszaknak, és elbúcsúzunk egymástól. A fejlesztésre az igény nagy, most is közel 10 kisgyermek vett részt az órán, ahol mindenki a saját szintjének megfelelő feladatokat kapott, és a saját tempójában tudott tanulni.